Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, mi lesz veled ingatlan piac? Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, illetve holnap az ingatlan piac életciklusai címmel előadást tartok, tehát december 10-én 10 órakor a YouTube csatornámon, kattints, iratkozz fel, legyél ott, és megtudjuk, hogy mi lesz veled ingatlan piac. Ugye az ingatlan piacnak nyilván vannak ciklusai, most hol vagyunk? Én úgy gondolom, hogy sokan bár tagadják, de csúcson azért szerintem már túljutottunk, legalábbis Győrben már biztos, meg a nagyobb városokban. Budapesten még vannak szegmensek, amik viszont valamilyen szinten mennek, főleg ezeket a belvárosi részeket értem, ott azért annyira nem csökkent az érdeklődés. Talán már egy-két fogyatékos még lehet, hogy licitál, de egy épeszű ember azt már azért nem teszi. De csúcson úgy gondolom, hogy már túljutottunk. És az előadáson is el fogom neked mondani, megmutatni, hogy melyik ciklusban mit tegyél. Jó, mert itt viszont fontos lesz, hogy nem elég, hogy van pénzed, tudás is kell. Tehát igenis, ezt is tanulható, a tőzsde is tanulható, az ingatlan befektetés is tanulható. Tehát én úgy gondolom, hogy a holnap itt a helyet, hogyha ha tényleg ez a része érdekel. És én, amit mondtam nektek, mondjuk mondtam neked egy fél év, egy év, vagy én nem veszek ingatlant most már, hanem aladok. Tehát pont abban a ciklusban voltunk, ahol nagyon nagy a felfűtöttség, ugye licitálnak az ingatlanokra, tehát nem biztos, hogy nekem én ebbe akarok beszállni, mert nem tudom, hogy ez meddig megy. Én mondjuk úgy, hogy az idén eladtam már, hát igen, tehát az idén 4 ingatlant adtam én el a sajátomat, jó? Tehát én ezt el is mondtam, hogy én nem veszek ingatlant, én most eladási időszakban, én most eladok ingatlant, én ezt egyébként meg is tettem. Elég jól sikerült kiszállnom mindegyikből, tehát a duplánál több, bőven, jó? Tehát, hogy panaszra nincs okom az idén. De az, hogy a továbbiakban mi lesz az ingatlan piaccal, és majd mikor fogok én beszállni, illetve akár a klubtagok is, hogy nagy tételben mikor érdemes beszállni, ezt nyilván egyébként mondani fogom az előadásaimon is, meg itt a videóimban is. És azt is, illetve az, hogy mikor érdemes beszállni, azt mondani fogom, mert ezek ingyenes anyagok, viszont hogy milyen stratégiával szállj be, azt természetesen a klubtagjaimnak fogom ecsetelni, és megbeszélni, átbeszéljük ott, hogy mit, hogyan csináljon. És egyébként amikor ezt átbeszéltük velük, minden esetben annak elég bőségesen megjött az eredmény az ő számukra, tehát érdemes egyébként klubtagnak is lenni. Jó? Úgyhogy az, hogy mi lesz veled ingatlan piac, mi várható, az ingatlan piac életciklusai című előadásomat meg fogod tudni, el fogom mondani, hogy most tartsd az ingatlan, most inkább add el az ingatlan, most kezdj el venni ingatlant, most alkudj, most nagyobbat tudsz alkudni, most egyáltalán nem tudsz alkudni, tehát tulajdonképpen minden ilyen kis apró részletre kitérek, ha mégsem, semmi gond, erre van az, hogy kérdezz felelek, és várom a kérdéseket, és várlak téged szeretettel, úgyhogy kattints, és legyél ott holnap az előadáson. Szia!